hallgatnánk. Ha megnézzük a repertoárját a palackai zenészeknek, akkor azt látjuk, mint a magyar néphagyományban nagyon sok helyen, hogyha jött egy újabb zenei divat, akkor az nem eltörölte az előzőt, hanem az is tovább élt, és az, mint egy újabb réteg, rárakódott, és aztán megjött egy újabb réteg, és egy újabb réteg. Ilyen módon, hogyha elkezdjük vizsgálni mondjuk a palackai zenészek repertoárját, akkor azt látjuk, hogy olyan dalokkal is találkozunk, amelyek honfoglaláskor előtti időszakra visszanyúlnak, és olyan dalokkal is találkozunk, amiket néhány éve szerzett valaki, és az belejött a repertoárba. Azért nehéz megkülönböztetni ezeket egymástól, mert a játék stílus, ahogy játsszák, az mindegyik esetben ugyanaz. Tehát ugyanazzal a díszítménnyel használja a florin, ugyanazzal a dúros kísérettel játszanak a kontrások, ugyanazzal a bőgő technikával kísérje a bőgős, ugye csak a bőgő legvastagabb húrját használják itt ezen a vidéken a zenészek, a bőgősök. Úgyhogy ilyen módon csalók a dolog, ehhez népzenetudományi ismeretek kellnek, hogy kiderüljön, hogy melyik az a dalom, amelyik valóban több ezer éves múltra tekint vissza, és melyik az, amelyik abszolút egy mostani jövevény, egy idegen dalom, vagy egy műtal. Úgyhogy az első, amit fogok kérni a florintól, hogy most a legrégebbi anyagból játszon, a palackaiak repertoárjában a legrégebbi dalamokat, azokat a lassú cigánytáz dalamok között találjuk, úgyhogy ebből fogok most egyet kérni a florintól. A szalmatizáló dalamok egyik legszebb példája, amiben most nem fog hosszasan belemenni, csak annyit szeretnék mondani, hogy ez az ókori zsoltárokkal mutat közös zenei jegyeket, tehát egészen arra az időszakra is visszanyúlik. Ezt persze a zenészeknek nem kell tudni, tehát ők mindig a dalamokról azt tudják, ami a használati használat szempontjából fontos, hogy ki az, aki kérte, ki az, akinek muzsikálni kellett. Hogy a dalamot elemezzük, hogy ez milyen régi, az egy teljesen más kérdés. Na, itt rögtön...